Az első kérdésem lényegében ugyanaz, hogy hogyan lehet értékelni magát a vérkőzést, ami sajnálatos módon a hódmezővásárhelyiek részéről vereséggel végződött. Először szeretnék gratulálni az előrinek a győzelemhez, úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést, főleg inkább az első félidei játékok alapján. Sajnálom, hogy ott a megbeszéltek szerint nem tudtuk azokat a területeket lezárni, ami fontos lett volna a számunkra. Egyéni védő hibákat vétettünk. Azt gondolom, hogy az első félidő alapján nekünk is volt egy-két olyan lehetőségünk, amikor oda tudtunk kerülni a kapu elé. Ez akár pontugás, illetve szöglet útján is megvolt, viszont játékban picit lassabbak voltunk, de viszont sokat tudtuk birtokolni a labdát. Ennek ellenére volt azért nyitott helyzet, és sajnos ott be tudtak megint menni. Picit szerintem nem volt meg az a kellő hit, meg az a akarat, ami alapján mi nekünk többnek kellett volna lenni. Viszont egy pozitívum van, aminek örülök, hogy nagyon nehézségekkel küzdöttünk a mérkőzés előtt, mert ugyan a profi státuszból való amatőrbe történő igazolás miatt nekünk nem játszott azért több játékosunk, ugye ez az előnek ezért kedvező volt, de ettől függetlenül azért büszke a játékosokra, mert a második fél időben megbeszéltek szerint tudtunk játszani, lehet, hogy már Csaba is leesett játékba, de viszont jó cseréjék voltak és nem tudtak felgyorsítani ránk. Ennek ellenére tehát a második fél időt le tudtuk hozni 1-0-ás győzelemmel. Nekünk ez nagyon fontos, hogy a szerdai mérkőzésbe bele tudjunk úgy menni, hogy nekünk ott muszáj nyerni. Ugye a bajnokság még csak most kezdődött el, sok meccs, sok mérkőzés van még hátra. Miben lehet fejlődni, min lehet még alakítani a játékot illetően? Azt gondolom, ez a mérkőzés az NB3-as szinten, tehát top mérkőzés volt, mert ugye a Csaba az kiesett az NB2-ből, mi azért majdnem tehát a feljutásért pályáztunk. Itt mutatkozik ki igazán, hogy a csapatnak milyen a játéka, a labdával való játéka, hogyan tudunk működni, de látom azt, hogy egy pár embernek tehát frissülnie kell, vagy fel kell gyorsulni, mert mikor labdát szereztünk, akkor nem tudtunk azokba a területekbe bemenni, ahol mi szeretnünk volna, visszafele járattuk a labdát, hátrafele. Ez a támadó játékot, ez a mi játékunkat sajnos ez nem segíti, de nyilván, hogyha variációs lehetőségeink meglesznek, akkor nekünk is könnyebb dolgunk lesz. Amennyire a közvetítő állásból meg lehetett ítélni, ez egy magabiztos Békés Csabai győzelmet hozó mérkőzés volt, de edzői szemmel hogyan lehet értékelni a mérkőzést? Én azt gondolom, hogy nagyon jó ellenfélre játszottunk, nagyon megnehezítették a dolgunkat. Az első fél időben nem voltunk mi sem szerintem rosszak. Szép támadásokat vezettünk, szép gólokat szereztünk. Nagyon sajnálom, hogy a második fél időben leálltunk, kicsit érthetetlen. Átengedtük a területet, ott ránk jöttek, 11-es harcoltak ki, még lövőhelyzetek is voltak, úgyhogy ez bosszant a második félidei játékunk. Mit jelentett ez a győzelem a továbbiakban? Adhat-e lendületet a folytatásra? Mindenképpen kell, de ez is az első mérkőzés volt, úgyhogy nagyon nem esünk hasra tőle, meg nem állunk el. Megyünk tovább, nyilván az a célunk, hogy minden mérkőzést megnyerjünk. Hét szerdán bajnoki mérkőzés van Cegléden, úgyhogy ugyanúgy készülünk tovább. Mi lehet javítani a csapat játékát, az esetleges taktikai részleteket hogyan lehet finomítani az előttünk álló időszakban? Hát két napunk van rá, a szerdáig nem sok idő. Nyilván a pontosságra kell törekednünk, a több futásra, a harcosabb játékra, labdaszerzéseket többet szeretnék látni, főleg középpályán, úgyhogy azért van mit javítanunk bőven.